Sziasztok, Toma Juhász vagyok, és a mai nap egy olyan videóval készültem, amit ti kértetek, ugyanis nagyon sokan kértétek, hogy forgassunk az élelem megtagadásra. Én nagyon-nagyon örülök, és ez szintúgy az állatok egészségét szolgálja. Biztosan ti is hallottatok már nagyon sok ilyen szívmarkoló történetet, hogy valakinek a kutyáját, illetve a kutyáit megmérgezték. És ami a legfelháborítóbb, legalábbis számomra a legfelháborítóbb, hogy nagyon gyakran nincs is konkrét cél, vagyis leggyakrabban nincs is konkrét cél, csak például mondjuk a szomszédot nagyon idegesítő, hogy a kutyánk ugat, ezért ő úgy gondolja, hogy ha bedob a kerítésen keresztül egy preparált ilyen kis csemegét, akkor ő majd elintézi a maga módján. Erre természetesen nincsen magyarázat, hogy miért követel valaki ilyen aljas dolgot, de arra sincsen magyarázat, hogy mondjuk ha megy valaki a kutyafuttatóba, akkor a kutyafuttatóba is nagyon sokszor ilyen csalétkek el vannak szórva, vagy akár csak a útvonalon, ami a kutyafuttatóhoz vezet minket. Ez csupán rossz indulat, és ugye a kutya közösségben ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívszaggató cselekedet. De én úgy gondolom, hogy egy jó érzésű embernek ökölbe szorul a keze, hogy egy ilyen dolog történik. Ezek a torzelkű emberek hozzájuthatnak ezekhez a vegyszerekhez, amiket húskészítményekbe, vagy bármilyen más készítménybe, ételkészítménybe beleraknak, és nagyon-nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek a szeretteinken. Ma már a kutyák elég sokat veszítettek a jellegzetes húsevő mi voltjukból, már csak talán a tépőfogaik maradtak meg ebből, mert nagyon sok készítmény már csak nyomokba tartalmaz húskészítményt sajnos. A gazdik általában a megszokott étellel szokták etetni a kutyusokat, ami a kutyusnak ugye megszokott, tehát nem egy újdonság. A csalétkek viszont azok általában olyan készítmények szoktak lenni, amit a kutya nem kap napi rendszerességgel, ezért a kutyában ez érdeklődés kelt fel. Általában ezeknek a preparált ételeknek a szaguk is teljesen más, ezért, hogyha kis kedvencünk, akár egy picit falánk is, még ha nem is éhes, akkor is be fogja falni azt a preparált kis ételt. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogyha a kedvencekkel elmegyünk sétálni, és mondjuk akár teljesen szabadon is engedjük őket, mint egy, most is egy nagy mezőn vagyunk, ahogy láthatjátok, ugye itt a kutyák teljesen szabadon vannak engedve, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy a kutyánk ne vegyen fel egy preparált ételt. Fontos kihangsúlyoznom azt, hogy a kutya kiképzés az nem egyből az élelem megtagadásra kezdődik. Én úgy gondolom, hogy fontos alap dolgokkal tisztában lenni, mielőtt elkezdjük a élelem megtagadást. Mint például az, hogy a kutya láb mellett haladjon, az, hogy a kutya leüljön, az, hogy a kutya lefeküdjön, stb. Stb. Tehát az alapengedelmesség. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy meglegyen egy alapengedelmesség, ugyanis az élelem megtagadásnál nagyon fontos, hogy a kutya értse azt, hogy a gazdi mit jelez vissza. Mikor csinál valami jót, és mikor csinál valamit rosszul, illetve a jutalmazást, hogy mikor jutalmazzuk, mikor kapja tőlünk az ételt. Az élelem megtagadás is jutalmazáson vagy büntetésen alapul. Na és most jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy mégis hogyan tudjuk azt elérni a kis kópénkkel, hogy az ilyen preparált ételeket ne szedjék föl. Alapvető kiindulási pont az az, hogy a kis kedvencünkbe belekódolunk egy negatív reflexet. Régen ezt úgy csinálták, hogy gyenge áramot vezettek az ételbe, így a kutya, amikor felvette, kapott egy kicsi elektromos sokkot, ezáltal egy negatív reflexként belekódolódott az, hogyha valamit felszed az utcáról, akkor az nem túl kellemes neki. Viszont ez állatvédelmi szempontokból ma már nem túlságosan támogatott, egyébként én jó magam sem támogatom. Fontos hangsúlyt fektetnem arra, hogy az élelem megtagadás az nem egy rövid folyamat. Az élelem megtagadás az egy hosszabb folyamat. Tehát senki ne higgye azt, hogy ha ezt elkezdjük, akkor egy napon belül ez működni fog. Illetve az is nagyon fontos, hogyha elkezdjük az élelem megtagadást utána, nem minden nap, de rutinszerűen néha-néha újra kell gyakoroljuk ezt. Nagyon fontos az, hogy ez a csalétek ezt mindenféleképp egy idegen, tehát hogy ne a mi szagunk legyen rajta, egy idegen helyezze el a kutyának egy közömbös helyen. Nagyon fontos az, hogy a csalétek az nagyon incsiklandó, illetve leegyszerűsítve nagyon-nagyon finom legyen a kis kedvencünknek egyfajta kuriózum, és ezt te eljesszük bárhol, egy réten, de nem mi, mint mondtam, és rövid porázon vezetve a kutyát, elmegyünk a csalétek mellett.
Tehát rövid pórázzal elindulunk a csalétek felé, és hogyha a kutyánk elkezd csak szimatolni felé, vagy fel is kapja, fel akarja szedni, akkor pár határozott mozdulattal megrántjuk a pórázt, és mondjuk a kutyának, hogy fúj, vagy nem szabad. Így ez a fajta negatív reflex beletáplálódik a kutyába. Ezt mindenféleképp ismételjük meg egy 3-4-szer, és hogyha már 3-4-szer megismételtük, a kutya valószínűleg nem fogja próbálni a csalétket felszedni, utána mindenféleképp hagyjuk abba. Az élelem megtagadás gyakorolni azért is tartom nagyon-nagyon jónak, mert miközben gyakorlunk, a kutyánk szófogadóbb lesz, és szintű dolgozunk vele. Az első fázis ugye már említettem, hogy hogy kell gyakorolni, de viszont a másik fázis az egy picit már nehezebb. A második fázis az, amikor egy család is egy kertes házban lakunk, akkor megkérünk egy ismerős mondjuk, hogy helyezzen el egy étket, és a kutyának nem szabad felvennie. Ha már el van helyezve a csalétek, akkor nekünk annyi a feladatunk, mint gazdi, hogy elbújunk egy olyan helyen, hogy lássuk a csalétket, de a kutya ne lásson minket. Amikor meg a kutya megy a csalétek felé, és mondjuk elkezd érdeklődni iránta, felugrunk a kis rejtek helyünkről, és határozott hangsúllyal rászólunk a kutyára, azzal a vezényszóval, amit az első fázisban használtunk. Ez lehet a fúj, vagy a eresz, vagy akármi, mert az ugye benne maradt a kutyába, mint negatív reflex. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ezt többször kell gyakorolni, és nagyon jó, ha belevonunk ebbe az egészbe több más ismerőst is, nagyon fognak ők is örülni neki, és ez azért is nagyon fontos, ugyanis a kutya mindig más szaggal találkozik. Semmiféleképpen nem mi helyezzük el a csalétket. Viszont nagyon fontos arra hangsúlyt fektetnem, hogy te ismered a legjobban a saját kutyádat. Tehát, ha bármilyen elváltozás látsz a kutyádon, viselkedésbe, bármibe, mindenféleképp fordulj szakemberhez, mert ez sajnos nagyon-nagyon gyorsan lezárhat egy ilyen mérgezési folyamat, és nem biztos, hogy jó vége lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, és kérlek szépen titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube-ra, mert továbbra is ez motivál engem, és kövessetek be Facebookon, Instagramon, JTDT voltam, sziasztok!